Először is azt követelem mindig, hogy edzésen vagy meccsen mindig több mint 100%-ot nyújtsanak a játékosaim. Mai meccsen szeretnek látni nagyon jó védekezést. Én olyan típusú edző vagyok, aki nem szereti sok pontokat látni, mert ugye ez jelent, hogy jó védekezést játszottunk, úgyhogy bízom benne, hogy ma is ezt fogunk produkálni. Az Eszék élvonalbeli csapatával játszott felkészülési mérkőzést az atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapata. A vendég az előző szezont a 7. helyen zárta hazája bajnokságában. Az összecsapáson az első negyedben Heinz, az ASE egyik új légiósa szállította a piros-kékek pontjainak zömét, a 18-ból 12-t. A látogatók is 18 egységig jutottak az első 10 percben, így Egárról kezdődhetett a második etap, melyben sokkal jobban védekezett a Paks, az Eszék többször el sem jutott dobóhelyzetig. Ennek köszönhetően folyamatosan növelte előnyét az Atom, a nagy szünetben 40-33 állt a táblán. Nagyon fontos, hogy erős ellenfeleket válasszunk, ez a szándékom, főként mivel több fiatal srác van a keretünkben, ugye újonc amerikaiak, akiknek tudatosulniuk kell bennük, hogy milyen erős ellenfelek lesznek ebben a ligában, fel kell ismerniük, hogy ez nem lesz egy sétagalop, ezért muszáj ellenfelekkel játszani. A mérkőzés színvonala a második félidőben sem hagyott alább, a játékosok 100%-os energiával játszottak mindkét oldalon. A harmadik negyed is inkább a védekezésről szólt, nem esett sok kosár, de ezt a szakaszt is az ASE nyerte 18-15-re, így a záró felvonás előtt 10 egység volt a felek közt. Hánc és Ellen ezen az estén szinte tarthatatlannak bizonyult, és a paksi fiatalok is jól szálltak a meccsbe, így végül 78-65-re győzött az atomerőmű ESE az Eszék ellen. Összegzésként mindenképp elmondható, hogy az összecsapás jól szolgálta az ASE felkészülését. A piros-kékek legközelebb szeptember 16-án és 17-én a Morgan Ferdinand emléktornán szerepelnek.